Az új tanévben a kiselsősök is beültek az iskolapadba, ami minden család életében nagy változást jelent. Ellátogattunk hát a Határőr utcai alapiskolába, arra kérve a pedagógusokat és másodikos tanulókat, adjanak néhány jó tanácsot a szülőknek. V prvom rade je veľmi dôležité, aby si rodič uvedomil, že nastáva obrovská zmena v živote dieťaťa aj v ich v spoločnom živote, že ten vstup do školy je niečo nové, je to niečo úplne iné. Fontos, hogy a szülő tudatosítsa, a gyermek és a szülő életében komoly változás következett be, hiszen az iskolába járás egészen más, mint az óvodás élet. Ajánlatos egy rendszer kialakítása, megtervezése, hogy ez a gyermek számára megszokássá, megszokottá váljon. Itt tehát reggel időben kell ébredni, beszélgessenek egy kicsit, könnyű reggelit készítsünk. Jó, ha 10 óraira gyümölcsöt, zöldséget is készítünk, az iskolában pedig időbe kell beérni, hogy jusson idő a tankönyvek előkészítésére, beszélgetésre az osztálytársakkal. Azaz, hogy felkészülhessen arra, ami vár rá. Reggel a tanteremben különféle foglalkozásokkal hangoljuk rá a gyerekeket a tanulásra. Elmondjuk, hogy milyen tanítási órák lesznek, melyik tanár oktatja majd őket. Ez azért jó, mert elüldözi a reggeli stresszt, úgymond elrendezi a gondolatokat a fejükben. Felkészülnek az előttük álló napra. Az első osztályos gyermekek szüleinek azt javasoljuk, jól gondolják meg, hogy melyik szakkört választják csemetéjüknek. Az adaptációs időszak ugyanis néha 2 hónapig, vagy akár tovább is eltarthat. Ezért nem tanácsos rögtön az elején túlságosan megterhelni őket. Jó, ha tudják, mi iránt érdeklődik a gyermekük, mi érdekli őt, nem jó, ha már az első időszakban több szakkörbe is beíratják. Érdemes megvárni, amíg megszokja a környezetet, beilleszkedik, s tudja, mi vár rá, ezután érdemes megválasztani a hozzáillő szakkört. Az alapiskola második B osztályába is belestünk, arról beszélgettünk el velük, hogyan érzik magukat az iskolában, mi az, ami tetszik nekik. No, ja som sa netešila, aj tešila, preto som sa netešila, lebo mi bolo dobré škôlke, a tešila som sa preto, lebo som vedela, že snájde nových kamarátov. Egyrészt örültem, másrészt nem, mert nagyon jó volt az óvodában, de tudtam, hogy itt új barátokra találok. Van egy új társam, aki nem velem járt az oviba, és van egy másik, aki oda járt, és van egy, aki pedig egy másik iskolába iratkozott be. No, radšej by som povedala, že za toto ja zvládnem, keď postupne sa všetko dá učiť, ako povedať, či to je ťažké. Najviac sa mi páči telesná a matika. A tornaóra is a matematika tetszik a legjobban. Vannak itt barátaim, Denis, Matús, Nikol, Bennett, Áron. Néha elfáradok, néha pedig nem. Itt az iskolában. Keď chodím do školy, tak niekedy som, niekedy nie som unavený. Do školy som sa tešila preto, lebo som už dúfala, že budem mať nových kamošov. Azért vártam az iskolát, mert reméltem, hogy lesznek új barátaim, akikkel játszhatok. Nem okoz gondot suliba járni, legjobban a matekot és a tornaórát kedvelem. Ha megnövök, orvos leszek. Ja chodím do školy rád. Szívesen járok suliba, azért kell lesz, hogy ne legyünk buták. Megtanulunk írni, olvasni, számolni. A matekot és a tornaórát szeretem a legjobban. Fontos a szülők és az iskola együttműködése, tudniuk kell, hogy gyermekük milyen környezetben van, és mit tehetnek azért, hogy jól érezze ott magát. Keďže si myslím, že škola a rodičia máme rovnaký cieľ, a to je mať šťastné, spokojné a vzdelané dieťa, tak si myslím, že táto spolupráca medzi školou a rodičmi je veľmi dôležitá a významná pri tom, aby to dieťa sa cítilo v tej škole bezpečne, dobre, aby dokázalo možno tie výsledky zlepšovať. Úgy vélem, nekünk és a szülőknek közös a célunk, hogy boldog, elégedett és művelt gyermekeink legyenek. Ezért is fontos az iskola és a szülők jó együttműködése. Fontos, hogy a gyerekek jól és biztonságban érezzék magukat, és minél jobb eredményeket érjenek el, és persze, hogy felszabadultabbak legyenek. Mi úgy teszünk ezért, hogy meghívjuk a szülőket a tanítási órákra, de nem csak figyelnek,
hanem maguk is bekapcsolódnak a tanításba. A csoportos foglalkozások alkalmával például együtt dolgoznak gyermekükkel, ami lehetővé teszi, hogy lássák azt, amit otthon nem láthatnak. És az iskolán kívüli foglalkozások is fontosak, hiszen ilyenkor lazább, könnyedébb hangulatban zajlik az oktatási folyamat. A gyermek ugyanis látja, hogy a pedagógus és a szülő kommunikál egymással, jóban vannak, képesek az együttműködésre. Mindez jól hat a gyerekre, elégedettebben, jobb érzéssel jönnek az iskolába. Igyekszünk hatékonyá tenni ezt a fajta kommunikációt, vagyis nem csak a szülőértekezleten találkozunk, hanem akkor is, amikor szükséges. A szülőértekezleten például a szülők és a tanárok mellett ott vannak a gyerekek is.